Jó reggelt kívánok, retro fejű nézők. Azt hiszem, retrózunk. Na, jön egy vonat is. Csak pont rossz fele megy. Felugranánk rá. Hétfő reggeli bulit lehet hallani. Elkezdődött egy újabb hét. Ez már a hanyadik hét? 66. 46. hét? Úgy mentem vissza a pénztárcámért, mert nem van a életem. Mondom, ez jól indul, mondom, ez a buli. Nem volt a nap rá, mert az az egy nap az ilyen ide-oda mászkálós volt. Tankozás, egy fél órát tankoztam. Kicsit mafiáztam, az kész, ennyi volt a nap. Egy órát talán, ha játszottam. Nem baj, ma retrózunk. Tankozni most nem hiszem, hogy fogok. Jó, azért mondjuk meg, hogy a szombati meccsek is, hogy amik voltak elejébe, azok nagyon... Hogy is mondjam már, unalmas, fárasztó volt, hogy kilőtték folyamatosan az egyik társunkat az én csapatomból, utána meg lerohantak minket. Esélyünk nem volt, de mondjuk meg ezt, esélyünk nem volt. De a végén sikerült egy pár második érmet összeszerezni. Most is értem a 13 000 meccset, most egy pár nap ilyen, ő nem is árt szerintem vele. Jó, azért gyakorlok egy pár darab tankkal, de... Jó, ez így most, hogy ha nem lesz live belőle. Ennyi közben az idő, 12. Aztán ki tudja majd, mert hogy szerdától lesz újra blitz, de most ez a pár nap jó lesz. Hát meg elvileg a héten túlórázom, a másik, hogy nem is biztos összejön. Talán a mai live az összejön, de még nem tudom. A hónap nem tudok túlórázni, mert megyek el délután. Púcsban melegen van, úgy képzeljétek el. Most is bluetooth-os fejhallgatóval beszélek. Néztem az ásra, mindent elraktam. Tiszta munkásról benne van. Igen, mert nálam nem lehet tudni, mit hagyok otthon. Most nagyjából úgy összeszedték a szemetet, de újra szétdobálták. Meg az, hogy a bokort nem tudják, hogy az nem szemetes a bokor. Hogy ez nekik hogy olyan formát ad, hogy mint a szemetes lenne. Nem is tudom. A múltkor én itt a táskámba például volt reggeli zacskó, amit vettem, péksütem, egy zacskót itt hordtam, ameddig egy kukát találtam. Nem is értem. Nem, még amíg talán lebomlik,
zacska az még jó, de ami nem, az meg csak itt lesz még 5 év múlva is. De az ilyen ember otthon is szemetel, gondolom én. Visszatérve a témára, most ez a helyzet. Ja, meg a Blitzbeten nem mutattak egy új tankot, új event van. Hát igen, hogy megint ki szeretne, az megint megveti a prémium dolgokat. Tegnap úgy volt egy tankot, hogy veszek, éppen mutatom a mesterek messengeren. Mi volt a neve? STG, azt hiszem az volt. De mondom, most elköltöm 3000 aranyomat, akkor meg maradt 126. Azt olyan szépen összespórolgattam, így most már lassan idézőjebb a fél év alatt. Inkább azt valami másra tartogatom. Vagy karácsony, de azt tényleg karácsonyra tartogatom. Látjátok, ez is van mennyi, van már 25 millió van, azért elég sokat sikerült visszaforgulnom a 8 vagy 8 millióban. Vagy veszek prémium napot, vagy tankot. Nem, érezte van a tárnál, hogy van jobb tank is, ha már annyira venni szeretnék. Tudjátok, a páncélvadászok nem annyira fekszenek nekem, vagy mennek nekem. Jön egy busz is, de az enyém 17 van még csak, az én meg 20 kölyöm, vagy 21. Ennyi nyugodtan mehet. Ilyen normális is volt, megállt volna ott. Ott a végén megállt volna. Mondta, aki menjen, integettem neki. Még ilyen hamar sem voltam még itt, hogy még most menjen itt ez a busz. Hát igen, mert ott a jaktiger, meg ott valamit vettem, még pénzért emlékszem, amikor volt az event. Mikor is vettem azt? Tavaly előtt? Vagy tavaly az egyik hónapban valahogy, nyilván így vettem. Mert összes két tankot vettem benne. Az AR-44-et, vagy ARL-44-et vettem. Meg az a Dead Knight, vagy mi a neve. A többi az meg csak ilyen ingyen volt. Egy aktigel volt aranyért, az ilyen spórolt aranyból van. És az ingyen tankokkal meg sokkal jobban tudok menni. Ez a poén benne az egészben, hogy azokkal meg sokkal jobbat megyek. Ott a Puder például. Ott van a karácsonyi tank, amit kifarmoltam. Azt hiszem 20-ba, igen, meg a 21-ben, amit kifarmoltam. A P43-as. Na még van azt hiszem ingyen tankom. Valami. Persze, a páncélvadászokat is el kéne kezdeni gyűjtögetni, de nem éreztem rá késztetést. Ad apró időnként összegyűjtögetem a dolgokat. Inkább valami jó ilyen... inkább valami Pershing-féleségre vágyok, hogy gyors legyen. Azért... fürge... Hellcat mondjuk. Vagy az angoloknál van a... melyik is van. Nem tudom, van valamelyik. Ez is ilyen fürge tank.
Mondjuk sok olyan tank van náluk, ami fürge. Nem, ha majd eszembe jut. Na, én köszönöm szépen a figyelmet. Este találkozunk. Mindegy, ma erről a tank témára visszatérek holnap reggel. Tudnánk még mit mondani. Igaz. Egészségemre. Este találkozunk. Na, sziasztok! További szép napot kívánok, hetet nektek!